Tisztelt megjelentek, kedves gyermekek! Őszinte tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket és minden kedves gyermeket advent első vasárnapján. Öröm számomra, hogy ezen a gyönyörű vasárnapon itt városunk szívében együtt gyújthatjuk meg az első gyertyát. Együtt készülhetünk lelkiekben a legszebb ünnepre, a karácsonyra. Arra az ünnepre, ahol az angyal hozza az örömhírt. Sokszor érezhetjük, hogy manapság a vásárlási láz szebbet, nagyobbat, drágábbat. A pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja az angyali hírnök szavait. A szupermarketek tarka tömege elrejti törékeny alagját. Pedig csupán egy gyertya fénye, egy kis csend elég lenne ahhoz, az angyalt vendégül lássuk. Tisztelt megjelentek! Karácsony előtt 4 héttel egy angyal érkezik. Angyal szálból szűrt kosarat telepakolja ajándékokkal. Kosár azonban törékeny. A rengeteg összevásárolt ajándék, ékszer, különböző tárgyak súlya összeroppantaná. Az angyal nem ilyen ajándékokán kutat. Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt, ami végtelen, ami nem kerül semmibe. Mégis mindennel többet ér. Az angyal a szeretet apró morzsáival tölti meg a kosarat, végigjár minden házat, minden otthont, néhol el is időzik néhány percre. A tágas tereken sétál, kivilágított parkokban üldögél, figyel a beszélgető emberek, egymásra mosolygó embereket. A hidegtől kiprösött ujjak kulcsolódnak a forralt boros poharakra. Gyermekek hancúroznak, remélem a frissen esett hóban, a félrebillent fejű hóember áldogál egy terebélyes fenyőfalat. Az angyal örömét leli a látottakban. Meg-meg érint az embereket, azok szívébe békesség, szemükbe ragyogás költözik. A várakozás most ünneppé varázsolja a hétköznapjainkat. Előgyújtott fel János, nagyon hamar meg.